Sziasztok! Itt a videó napló folytatása, és hát végeztem a házi orvosnál, és nagyon érdekes volt, mert ezek a helyi gyomorsav csökkentők, pillanat közben mutatom, milyen klassz helyen megyek. Ez a gyönyörű Föld utca itt Óbudán. Pillanat, itt egy gyors megállás. Mindig meg szoktam állni, mikor kutya jön, mert a kutyák félnek a rollertől, és nem akarom őket megijeszteni, mert ijesztő a kutyának az, hogy egy ember áll, és közben gurul, és nem akarom, hogy így megijedjenek, aztán esetleg megharapjanak ilyettükbe, vagy bármi probléma legyen. Na, szóval az a helyzet, hogy az ilyen helyileg ható gyomor, nyálkahártya, nyugtató dolgok, azok elég sok pénzbe kerülnek, mint a reni, meg az almagél, ezek a gyógyszerek, és erre nincs támogatás. Amúgy nagyon sok gyógyszerre, amire egy krónikus betegnek szüksége van, semmilyen támogatás nincs. A Kvamatel az például támogatott, ez egy ilyen tabletta. Azt nem is tudtam egyébként, hogy lehet így alkalomszerűen bevenni, mert én mindig úgy szedtem, hogy reggel meg este, de sokszor csak reggel. Na ja, szóval akkor lehet, hogy nem szedtem elég sok Kvamatelt, viszont persze annak is vannak mellékhatásai, úgyhogy 30 éve állandóan gyógyszereket szedni, ez azt jelenti, hogy folyamatosan így a mellékhatásokkal is szembesül az ember, meg sokszor nem tudja, hogy most mi a mellékhatás, és mi az, ami már a krónikus gyógyszerszedésnek a következménye. Ez mindig ilyen, hát, ilyen plusz szellemi munka, és látom, hogy az orvost is leterheli. Tehát így, hát nem egy Dr. House senki, és senkinek sincs annyi ideje, mint Dr. House-nak, mikor 1000 betege van. De nagyon örül az orvosom, hogy én ezzel tudok foglalkozni, és nem pálinkával gyógyítom a gyomorfájdalmaimat, meg ilyen hasonló mókák, amikhez szoktak a házi orvosok. Ez nem mókás, csak próbálom egy kicsit így csökkenteni a súlyát a dolognak, mert amúgy szomorú, hogy tényleg a betegségek mellett még vannak olyan környezeti ártalmak is, amik orvosi ellátást igényelnek. Nem mutatom közben, hova értem. Ez itt a Kiscelli utca, és ott látszik a Mátyáshegy. Nagyon szép, itt közel vannak a budai hegyek. Arra pedig a lakótelep van. Ez meg a San Marco utca. Na ja, és én most nagyon boldog vagyok, mert a rossz bokámmal, ami most nemrég eltört, már tudok olyat csinálni, hogy avval hajtom magam. Persze nagyon óvatosan, nem csapom oda a földhöz a lábamat. És tényleg ez egy külön tudomány, hogy az ember megtanuljon úgy rollerezni, hogy az ne kárt tegyen az eleve sérült szervezetében, hanem segítsen. És nekem nagyon sokat segít a rollerezés abban, hogy az izomzatomat jó állapotban tartsa. Mondták is a hallásvizsgálaton, hogy látják, hogy sportolok, és ez nagyon hasznos, mert mindenféle idegrendszeri betegségekben jót tesz a mozgás. Természetesen az a fajta mozgás, ami nem okoz kárt, és nincs túlzásba véve. És hát erre mindig nagyon kell figyelnem, mert én hajlamos vagyok magamat széthajtani, de most már azért egyre jobban tudok erre figyelni, régebben kevésbé ment. Meg hát a társadalomban azt tanuljuk, tehát az a minta jön a gyerekek felé már kicsi korban, hogy anya-apa széthajtja magát, és betegen is dolgozni megy, és betegen is oviba kell menni, és akkor az ember gyakorlatilag így ebben nő fel, hogy elszakad a testétől, és betegen is így kárt tesz magába tulajdonképpen a terheléssel. Na, ott a gyönyörű hegy.
ez nekem olyan, olyan vigasz és gyógyír, hogy ha már annyi nehézségem van, legalább egy szép helyen lakhatok, mert ez jót tesz. Tehát menni ezen az utcán, és látni ezeket a gyönyörű gesztenyefákat. Az nagyon jó. Ez hiányzott nekem egyébként, mikor a bokatöréssel kínlódtam, hogy én tudjak így haladni, mert a gyaloglás az nekem nehéz és fájdalmas, tehát a gerincem miatt a betonon való gyaloglás az nagyon megterhel, és amikor rollerezek, akkor az a jó, hogy természetesen egy épp csapágy esetén, hogy csak néha kell egy kicsit lökni magam, és gurulok. És akkor avval a gyorsasággal tudok menni, amit igényel az idegrendszerem ahhoz, hogy jól legyek. Sokszor van az, hogy emberek felháborodnak azon, hogy például férfiak miért szeretik a gyors autókat, meg a gyors motorokat, meg ezt a gyorsulás élményt. És nem... Tehát nem értik azt, hogy miért jó egy embernek a gyorsulás, meg így kihozni magából a maximumot. És sokszor olyan értetlenül kezelik ezt. És bevallom, néha én is így voltam. Aztán egyszer csak megláttam a párhuzamot a között, hogy ugye az én gyorsulás élvezésem és a férfiak szuperkocsi igénye, az szinte ugyanaz. Tehát oké, én nem tudok magamnak venni egy Lexust, vagy egy Ferrarit, de én avval tudom kiélni a gyorsulás impulzusa iránti vágyamat, hogy egy rollerrel gyorsabban haladok, mint különben lehetne. És ez nagyon élvezetes, és ez tartja bennem így a lelket, tehát ezt viszem be a munkámba, nem is tudom, ez tök jó. És erről azért fontos beszélni, mert nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha valaki krónikus betegséggel él, vagy valami hiányossággal, akkor így feküdjön az ágyban és nyögjön, meg akkor hogy meri élvezni az életet, meg úristen, hát ez szimuláns, hiszen sportol, akkor nem beteg, csak nagyon sokan nem jönnek arra rá, hogy hát vannak olyan mozgásformák, amiket egy beteg ember is végezhet, és ezt az orvosok már egyébként tudják. És az orvosaim nagyon jónak tartják azt, hogy mozgok, és most például ezt a távot, amit jöttem a házi orvostól, ezt megtehettem volna villamossal is, simán, de ehelyett gyaloglok és rollerzem. És itt a parkban könnyebb gyalogolni, mert itt nem beton van. Igen, erről is fontos lenne amúgy beszélni, hogy az emberek felfogják, hogy a gyaloglás mennyire nem mindegy, hogy milyen cipőben történik, és milyen talajon. Mert lehet, hogy egy erdőben tudok menni 6 kilométert is, de a betonon megyek 50 métert, és fáj. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit egy teljesen épp ember nem is fog fel különbségnek, és én mégis felfogom. Tehát például a különböző járműveknek a rángató hatása fékezéskor, az sem mindegy, mert még egy villamost is lehet úgy vezetni, hogy így nagyon, nagyon hirtelen fékezünk, és van, aki meg úgy vezeti a villamost, hogy alig érzem, hogy mozgunk. És sokszor ugyanaz a típusú villamos különböző hatással van rám. A buszról meg nem is beszélve, mert a busz az meg még rosszabb, mert nagyon sokszor a buszt is tök vadul vezetik az emberek, mármint a buszvezetők, de tudom, hogy nem direkt, hogy nekem fájjon, csak nem szokták meg azt, hogy figyeljenek
arra, aki esetleg érzékenyebben reagál az ilyen rángatásokra, mert a gerince nem jó már. Közben ideértem a Katyini Mártirok parkjához. Itt vannak a villamosok. Ja, egy villamos, igen, itt indul. Itt az indiai étterem, ahol mindig finom indiai kajaszag van, illat. És mindjárt itt vagyok a gyógyszertárnál. Hát, ahol most megint támogatni fogom a gyógyszeripart, hogy ne fájjon a gyomrom. Sziasztok, minden jót!